A Dézsi kalotaszegi kolozsvári tordai református egyházmegye együtt a kolozsvári evangélikus luteránus és a kolostordai unitárius egyházmegyével közösen ünnepelte a reformáció emléknapját a kolozsvári magyar opera épületében. A társszervező Magyarország kolozsvári főkonzulátusa volt. Az ünnepi gálát két kiállítás megnyitó, valamint egy könyvbemutató előzte meg. Impozáns kiadású kötetből ismerhetjük meg az erdélyi református templomokat. Az opera előterében, a protestáns egyházmegyék Kolozs megyében, valamint a Soli Deo Gloria, a Magyar Reformáció 5 évszázada című tárlatokat nyitották meg. Utóbbi egy vándor kiállítás. A gálaműsor keretében Bibza Gábor, a kolozsvári református egyházmegye esperese, aki ugyanakkor az ünnepség ötletgazdája is volt, köszöntötte az egyházi és világi méltóságukat és a jelenlevő több mint 200 egyházközség képviselőjét. Ezt követte a Magyar Unitárius Egyház püspökének köszöntője, Kolozsvár az unitarizmus bölcsője, és a bölcsőhöz vissza kell térni. Látni kell a megtett utat, és tudni, hogy Isten gondviselése mindig velünk marad, hangsúlyozta. Számomra a reformáció nem a múltba fordulást jelenti. És azt mondtam, hogy nekünk, magyar unitáriusok számára Kolozsvár a bölcső, akkor számomra a reformáció e bölcsőhöz, a forráshoz való visszatérés, vagy annak megtalálását a ma világába kell, hogy jelentse. Fehér Attila, a kolozsvári evangélikus luteránus egyházmegye esperese beszédében kiemelte, hogy a Biblia az, ami új szívet, új lelket ad nekünk, és egyedül Isten kegyelméből élünk. Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a protestantizmus történelmi és kulturális értékeit vázolta fel. Majd kitért az információban gazdag világban élő ember keresztény értékei megőrzésének fontosságára. Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke felidézte azt a pillanatot, amikor pontosan 500 évvel ezelőtt egy ködös este egy Luther Márton nevű szerzetes kifüggesztette 95 tételét Wittenberg két templomának kapujára. Hangsúlyozta, hogy az erdélyi protestantizmus soha nem volt annyira egységes, mint ma. A közös hitnek látható jelei vannak. A hazai reformáció alaphangja többnyire a tolerancia volt. Mégis be kell ismernünk, hogy mindannyian kihasználtuk, a hatalom, a politikai csillagállás adta lehetőséget arra, hogy akár egymás rovására is gyarapodjunk. Ilyenkor megbántottuk, megsértettük, vagy éppen korlátoztuk egymást. Most itt, amikor itt vagyunk az 500. évfordulókon, akkor ezért bocsánatot is kell kérnünk egymástól. Én református püspökként kérek hát bocsánatot unitárius testvéreinktől. Azért, hogy a dési komplanációért, a háromszéki erőszakos vagy csendes térítésekért. Isten nevében kérlek, bocsássatok meg nekünk, hogy mi is ezt tesszük bennünket ért sérelmeinkért. Miközben a versengés, a torzsalkodás, a hitviták korát sem akarjuk elfelejteni, háladással tekintünk az elmúlt évszázad sikeres együttműködéseire, a két világháború között működő felekezet közibizottságra, a protestáns teológiai intézetre, az erdélyben nagyon hamar gyökeret verő ökuménikus imahetekre. Ezen kezdeményezések egy része már túlmutatott a protestáns összefogáson. Részt vettek benne római katolikus testvéreink is, mert a kezdő történethez visszakapcsolva a Wittenbergből hazatérő erdélyi diákok utazóládájában gyakran ott voltak az egyházatyák, Augustinus, Alexandrei Kelemen és mások művei. A kereszténység közös kincsei, de legfőképpen a közös alap, a Szentírás. Mert mi hisszük, hogy Isten nem véletlenül zárt bennünket, római katolikusokat, luteránusokat, unitáriusokat és reformátusokat össze a történelem nagy erdélyi utazóládájában.
Az ünnepi műsort az egyes egyházmegyék biztosították. Így láthattuk többek között a visai és széki néptánccsoport előadását, az evangélikus gyerekkórus, a református kollégium és a protestáns teológia kórusának fellépését. A legnagyobb sikere a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolája jelenlő kórusának volt.